Nem szól, mikor jön az ütés, váratlan húz rám, előre bukom, vissza, ordítja. Lerántja a nadrágom. A legvastagabbat vettem föl. Előbukik a papír, kitépi, már a bugyim húzatja velem lefelé, előre. Hallom a hangját. Annyira fáj. Úgy csíp, hogy szerte száll minden fogadalom. Vonyítok, zokogok, könyörgöm, sikítom, hogy fáj. Megkérhetlek benneteket, hogy tegye fel a kezét az, aki érintett ebben a témában. Családon belül. Remélem, hogy kevés csíkot kell megszámolnunk. Magunkon és a körülöttünk levőkön. 36 éves vagyok, egyedülálló, heteroszexuális, gyermektelen nő. Hogy miért? Azért, mert én így döntöttem. Mert jogomban áll dönteni. Ne kezeljenek minket elesettebbnek, szerencsétlenebbnek, gyámoltalanabbnak, mint férfi társainkat. 25 éves, párkapcsolatban élő, gyermektelen férfi vagyok. Kijelentem, nem verem a barátnőmet. Nekem nincs szükségem arra, hogy állandóan azt demonstráljam, erős, hatalmas vagyok. Én jól érzem magam a bőrömben, én emancipált férfi vagyok. Mentes életre való igény miért lesz rögtön alapvető emberi jog helyett radikális feminista követelés? Az erőszak ellenzése miért lesz rögtön látens férfi gyűlölet? Immár a köztársaság mentes Magyarország parlamentje újra megmutatta a macsó Magyarország szörnyszülött elképzelését, melyben a nők szerepét az otthon, ágy, utódgondozás világában határozza meg. Nem fogjuk hagyni, hogy a képviselők, Varga Istvánok, vagy bárki bármelyik oldalról radikális jelzővel illessen. Mi nem radikálisok vagyunk, hanem az alapvető emberi jogok és az egyenlőség képviselői. Üzenem a kormánynak és a képviselőknek. Ne húzzátok ki a gyufát, fiúk! Az emancipációt tekintjük a követendő útnak, vagyis a nők és férfiak egyenlőségét. Ne legyenek kétségeink, hogy a Fidesz hirtelen ugye most meggondolta magát, hogy nem gondolta meg magát a Fidesz, nem hirtelen rájöttek, hogy ja, Halász Pálmának igaza van, hanem látják, hogy mennyien vagytok. Nagyon figyeljünk oda, az ígéret elhangzott, de már is megkezdődött ugyanaz, ami az elmúlt 10 évet jellemezte, a megúszós, kipipálós egyeztetés típus, ahova például pont a Nanét és a Patent Egyesületet nem sikerült meghívni. Az ilyen Varga Istvánok kihozzák belőlem a feministát. Balomon Dóra, aki rávette zsinagógánkat, hogy nevünkkel támogassuk a mai rendezvényt. Hogy miért nem ő beszél, annak az egyszerű prózai indoka, hogy munkahelyén nem tanácsolták neki, hogy aktívan részt vegyen a mai tüntetésben. Nem véletlen, hogy ma itt vagyunk köztetek. Ahogy a nyáron meleg barát Isten tiszteletet szerveztünk a Budapest Pride keretében, hogy felszólaljunk az LMBT kisebbség integrációja mellett, úgy köteleződtünk most el, illetve köteleződünk el már 20 éve a női emancipációért. Folytassuk azt, hogy összefogunk, és folytassuk azt, hogy kikényszerítjük a jogainkat. Miért ígérünk hűséget, szerelmet, és égre, földre miért fogadkozunk?